Jogszerűtlen volt az Ökotárs Alapítvány elleni rendőri házkutatás, ezt mondta ki jogerős döntésében a Budai Központi Kerületi Bíróság. A készenléti rendőrség még szeptemberben tartott házkutatást az alapítvány irodájában, miután a kormányzati ellenőrzési hivatal hűtlen kezelés miatt tett feljelentést. Az Ökotárs szerint a rendőrség politikai nyomásra járt el, ezt azonban az Országos Rendőrfőkapitányság visszautasította. Rendőrök gyűrűjében az Ökotárs Alapítvány igazgatója tavaly szeptemberben. A kormányzati ellenőrzési hivatal vizsgálata ekkor már hónapok óta tartott a norvég alapból származó pénzek felhasználása miatt. Mindezt azután, hogy a miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, egyes civil szervezetek ellenzéki pártok támogatására használják fel a norvégoktól kapott pénzt. Már lent a kapuban ott állt 4 egyenruhás, följöttem itt az iroda előtt a lépcsőházban, topzódtak az emberek, a sárga ilyen mellényekben. A rendőrök minden dokumentumot és számítógépet átnéztek, így emlékszik a történtekre Móra Veronika, az alapítvány igazgatója. Azt mondja, több iratot és laptopot lefoglaltak, nem csak az irodában, a saját lakásán is. A Budai Központi Kerületi Bíróság tegnapi döntése szerint mindez jogellenes volt. Ugyanis a házkutatás idején hűtlenkezelés büntetének gyanúja nem állt fenn, és nem nyomoztak jogosulatlan pénzügyi tevékenység büntette miatt sem. Az Ökotársnál egyelőre mérlegelik, hogy ez alapján milyen további jogi lépéseket tesznek. Annyi bizonyos, hogy ugye azokat az iratokat, amiket szeptember 8-án lefoglaltak, és amit azóta sem kaptunk vissza, most újult erővel fogjuk ezeknek a visszaszolgáltatását követelni. Az Ökotárs tegnapi közleményében azt írta, aggasztó, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda egyértelmű politikai nyomásra, törvénysértő házkutatást, lefoglalást hajt végre Magyarországon. Az Országos Rendőrfőkapitányság is közleményt adott ki, kategorikusan visszautasították az Ökotárs Alapítvány állítását. Azt írták, a rendőrség a feladatának ellátása során pártbefolyástól mentesen jár el. Így gondolja a Fidesz frakció vezetője is, aki a bírósági döntést nem kommentálta. Én biztos vagyok benne, hogy a magyar rendőrség minden alkalommal politikai nyomás nélkül és a jogszabályok maximális betartásával végzi a munkáját. A Párbeszéd Magyarországért írásbeli kérdésben fordul a belügyminiszterhez, amiben azt tudakolják, mikor mond le Pintér Sándor, és lesz az esetnek következménye a rendőrségem. Milyen következményei lesznek mondjuk a rendőrségnél annak, hogy törvénytelenül zajolhatott le ez az akció, lesz-e felelősségre vonás, kit fognak elbocsátani? Az MSZP pedig felszólítja az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságát, hogy a kormány a szakbizottság előtt tisztázza magát Ökotárs ügyben.